Kedves barátaim, közös ügyeinkről szeretnék most szót váltani itt. Tegnap késő délután érkeztünk, mégis tanulságos volt az a rövid pár perc, amit itt tölthettem Kocsis István előadásának végén. Engedjék meg, hogy a mai előadásomat egy kölcsönzött gondolattal nyissam. Jeles személytől kölcsönöztem. Életemben először valamikor a 80-as évek közepén, talán 86 elején olvashattam egy könyvben, egy olyan könyvben, amit Kolozsváron vettem meg. Kallós Zoltán Balladák könyve című kötetéről van szó. Kolozsváron vettem, egy antikváriumban, a főtéren, és elvittem ezt a könyvet Kallós Zoli bátyámhoz, hogy dedikálja nekem. Zoli bácsi nem sokat gondolkodik a dedikáció szövegén. Nagyjából minden könyvbe azt írja, hogy közös ügyeink szeretetének jegyében. Ha jobb kedve van, akkor azt írja, hogy közös ügyeink szeretetének jegye alatt. Nagyjából ezek a variánsok. Ha régen ismeri azt, akinek dedikálja, akkor azt írja, hogy régi barátságunk jussán, vagy régi ismerettségünk jussán. De én most ebből a gondolatból, közös ügyeink szeretetének gondolatából szeretnék kiindulni. Közhely számba megy ma, hogy a magyarság megosztott. Általában azt mondjuk, hogy két részre szakadt, és ez egyáltalán nem igaz. Mert legalább 12 részre szakadt. És azt hiszem, hogy így az előadás bevezetőjében talán nem hiába való szólni arról, ami tegnap is fölmerült, hogy volt ez a viszonylag szerencsétlen kimenetelű és viszonylag szerencsétlen módon megszervezett, és talán nem jó időben megszervezett népszavazás arról, hogy egyek vagyunk-e. De ezt a népszavazást, olyankor, ezt a kérdést olyankor tették föl a magyar nemzet egy részének. Aki vélem, hitem szerint az a része önmagában, egyedül nem jogosult arra, hogy ilyen kérdésben döntsön. Mert egy levágott lábat nem lehet megkérdezni arról, hogy akarsz-e ehhez a testhez tartozni. Vagy egy frissen levágott ujjat nem lehet megkérdezni, hogy akarod, hogy visszavarjunk téged, még most lehet. Tehát ez rossz helyen, rossz időben föltett kérdés volt. Nem akarok ennél leragadni, de azt hiszem, hogy az a téma, amit ma szeretnék kifejteni, valami olyasmi címet adtam ennek az előadásnak, amikor kedves vendéglátóim megkérdezték, hogy mi legyen a címe, hogy kalandozás az életfa gyökereinél, kalandozás az életfa körül. Kocsis Rózsi széki íróasszony egy könyvének azt a címet adta, hogy kiszáradt az én örömem zöld fája. Lehet, hogy nem Kocsis Rózsi volt, hanem Győri Kali néni, de ez most nem tartozik ide. Tehát Győri Kali néni azt mondta, hogy kiszáradt az én örömem zöld fája. Hát bizony azt mondhatjuk mi ma a magyarságról, hogy száradóban van az az életfa, ami ezt a népet meg és fönntartotta. Van egy moldvai csángó monda, én vagy 15 évvel ezelőtt hallottam először Bogdánfalván, a déli csángók jeles településén egy öregasszonytól. Azt mondta ez a néni, hogy valamikor Szent László király idejében az Aszú Szeret Martján volt a magyar határ. És amikor Szent László király arra járt, ott a magyar határ mentén, akkor ott leütött egy plopfát, egy nyárfát, és az a nyárfa megfogant, és az volt a magyarok fája. És amikor a magyarok, aki jól ment Ungáriába, Kárpát-medencébe a dolguk, akkor az a fa szépen zöldelt, az a fa szépen élt, és amikor a magyarságnak rosszra fordult, akkor az a fa kiszáradt. Azt mondta ez a néni, Kati néninek hívták, nyugodjék, hogy biza, ez a fa 48-ba kizöldült, mert előtte erős száraz volt, aztán megint megzöldült egy kicsit 90-be, de mire kihajtott volna, leesett száradt róla a lapja. Hát bizony, ilyen ez a magyarok fája. Ennek a tövénél, ennek a
környékén szeretnék most önökkel egy kicsit kalandozni. Ez az előadás egyéb iránt nem tudományos előadás, főként nem néprajzi előadás. Néprajzi tapasztalatok, néprajzi élmények, néprajzi inspirációk mentén próbálok gondolkodni a nyitó gondolatról, Kallós Zoltán dedikációjáról, közös ügyeink szeretetének jegyében. Mindenek előtt két szempontot szeretnék egymással szembeállítani. Engedjék meg, hogy ennek az általam fölállított két szempontnak egy apró adalékát is elmeséljen. Ezelőtt vagy 10 évvel egyik előadásomban ugyanígy szembeállítottam egymással ezt a két álláspontot. Arra gondoltam, hogy meg ne sértsek senkit, karakterizálom az álláspontokat. Szándékosan túlzott szélsőségben fogalmazok, hogy magára ne ismerjen valaki. Ha hiszik, ha nem, mind a két oldalban 3-an vagy 2-en magukra ismertek, sőt azt mondták, hogy hogy tehetek ilyet velük, hogy tőlük idézek. Amikor ezt az előadást rögzítették is, és megjelent azután később CD-n vagy DVD-n is. Tehát most sem lehet kizárni azt, hogy magukra ismernek valakik, de ez nem szándékom, meg nem idézek senkitől. Az egyik nézőpont az azt mondja, hogy volt egy hatalmas nép, a magyarok, a szkíták népe, a sumérok népe, hellyel közzel uralta a világot, nyilvánvaló, hogy Ádám és Éva alaphangon magyarul beszélt a paradicsomban. A jóisten, amikor hozzákezdett a föld teremtéséhez, akkor nyilvánvalóan magyarul gondolkodott ezen, hogy időszerű lenne szétválasztani a tüzet a víztől. Ezek után ezt a rendkívül ügyes, karakteres, rátermett népet, aki alapvetően roppant tehetséges volt, sőt a jóisten mindjárt kiválasztotta őt, ezt a népet rendkívül gonosz és megáltalkodott népek letiporták, háttérbe szorították, becsapták, elvették a kultúráját, kitörték a kezét és a hátába állították, és sorolhatnám a többi jelzőt. Tehát ezek vagyunk mi, de mi azért tudjuk magunkról, hogy sokkal különbek vagyunk ám mindenkinél, csak hát most nem tehetjük meg 93 ezer négyzetkilométerre zsugorítva a judeo-plutokrata bolsevistákkal a nyakunkon, de mi magyarok mind a 12-en, akik mind a 15-en, ha jobb pillanataink vannak, de legalább az asztaltársaságom, ebből az egyenes szkíta vérvonalból származunk. A másik oldal ezzel szemben mit mond? Azt mondja, hogy jött egy primitív, hellyel közel meztelenül érkező népesség, aki jó részt a lovaival közösült, de egyébként is miután ezt megtette, megette a lovait és nyereg alatt puhította őket, de már a nyerget csak úgy magán a hátán hordozta, mert megette alól a lovat. Megtanult mindent a szlávoktól és az itt talált románoktól. Aztán jött egy Szent István nevű király, aki hellyel közel ember léptékűvé faragta ezt a bárdolatlan nyájat, mondhatni hordát. A bőgatyától kezdve a fütyülős baraszpálinkáig mindent Európából vettünk át. Egyébként is, ha kivonnánk egyik vagy másik szomszéd népünk kultúráját a magyarból, akkor nem maradna semmi, csak a mesztelen fenekünk. Ez a két nézet áll egymással szemben. Még egyszer mondom, szándékosan, szélsőségesen fogalmaztam mind a két esetben, és ki kell mondanunk, hogy úgy tűnik, hogy egyik nézetnek sincs igaza. És még van egy nagyon fontos mondani valónk itt, mégpedig az, hogy az európai világ, az európai gondolkodás, amit szeretnek zsidó-keresztény gondolkodásként apostrofálni, de ez is egy szűkítés a dolgoknak, az azt gondolja, és ma már látjuk a számítógépeken, képrögzítésen keresztül, hogy viszonylag sikeresen műveli ezt a gondolatot, hogy a világ egészen pici részletekből áll, és hogyha ezeket a részleteket egymás mellé tesszük, akkor ebből nagyjából egy egész kerekedik ki. Tehát, ha egyik nézetben és a másik nézetben is vannak apró részletek, amik igazak, akkor ha ezeket kiemelnénk ezekből az alapvetően hamis megközelítésekből, és összetennénk, akkor nyernénk egy harmadik, immár a valóságot sokkal jobban megközelítő képet. Itt egyetlen probléma van, mégpedig az, hogy a valóság az nem
pici részletekből áll. Amikor én pedagógiai főiskolára jártam, akkor többen azt tanították, vagy úgy gondolták az akkori pedagógusok közül, hogy a gyermek készül az életre. Elmentünk a gyakorlóiskolába, és ott láthattuk, hogy a debreceni gyermekek ottan készültek az életre. Ezzel szemben volt nekem egy tanárom, Makoldi Sándornak hívják, aki azt mondta, hogy a gyermek nem készül az életre, egészen egyszerűen él. Csak gyermek. Na most valahol ebben a gondolatban lehet megfogni a különbséget. A világ egésze nem apró részletekből, rögzíthető pontokból és a pontok összességéből áll, hanem térből és időből. Térből, ami relatív, és időből, ami szintén relatív. Bár az ember ezt megpróbálja a maga módján egyfajta egységes méréssel objektívvé tenni. De az idő, lássuk be, hogy szubjektív. Nem régen volt, két hete a tiszavirágzás, biztos hallottak már róla, nálunk a Körösökön is van tiszavirágzás, csak azt körös virágzásnak hívják. A vízben élnek pici élőlények, aminek kérész a neve, és ezek kivergődnek a víz felszínére, ott ilyen pillangószerű vagy légyhez hasonló lényé fejlődnek, kiszállnak a vízből, párosodnak, és visszaesnek a vízbe. A kérészek azok 12 óráig élnek az öregebbek, a fiatalabbak meg 8 óráig élnek, attól függ, hogy mikor betegszenek meg és elpusztulnak, ha életük során erre sor kerül, hanem akkor meg megérik a 10-12 órás öregkort és elpusztulnak. Tehát 12 óra az életük. Ebben benne van a születés, a gyermekkor, a felnőttkor, az öregkor és a pusztulás. Pusztulás? A földi létből való átmenet. Párosodnak, és jövőre megint lesz tiszavirágzás. Egyik barátom, egy kiváló néprajzos, hosszú ideig dolgozott az Agrárgazdasági Kutatóintézetben, ahol volt egy öreg portás. Az öreg portás az vagy 40-45 éve ott volt, és amikor 20 évvel ezelőtt az öreg portás nyugdíjba ment, akkor azt mondta az akkor fiatal barátomnak, hogy te Péter, te még csak 46 éves vagy, ezt a teknős békát neked adom, ezt kaptam az elődömtől 46-ba, amikor ide kerültem, és itt lakott nálunk a kis tóba a porta előtt, tehát most már nyugdíjba megyek, nem lesz, aki etesse, viselt gondját. Ez a teknős béka, tehát ami emberi számítás szerint akkor lehetett egy 40-50 éves, tavaly elszökött a Péter kertjéből, átment a szomszéd kertbe, ott elásta magát és elpusztult. Nem lehet tudni, hogy hány éves volt, viszont azt tudjuk, hogy él egy olyan teknős a világon, amit még Napóleon látott. Ezt nem régen olvastam. Tehát vannak olyan teknősök, amik 200-300 évig elélnek. Na most tegyük csak egymás mellé. A teknős kikel a tojásból, mit tudom én, 35-40 éves korára már eléri a serdülőkort, 70 éves korában már abszolút képes párosodni, és 386 éves korában viszonylag fiatalon elpusztul. Na most ezzel szemben a kérész az él 12 órát, de mondom, az egyik barátom este 7 órakor találkozott egy 14 órás nagyon öreg kérésszel, aki már mesélt, hogy ő már élt reggel is. De neki ez a teljesség az életében, ez a 12-14 óra. A teknősnek meg a 300 év, vagy 100 év fajtájától függően. Tehát objektív az idő. Hát egyáltalán mi az idő? Megkérdezték egyszer Albert Einsteint is, hogy mi az idő. Tudják, mit válaszolt rá? Hát mégse lehet minden egyszerre. És ha belegondolnak, ez egy nagyon mély filozófia, és tökéletesen igaznak tűnő filozófia. Az idő az nem más, mint a dolgok egymás utánisága. De mindenkire másként szabottan. Egyetlen egy fix pontunk van ebben a világban, ebben az idő kérdéssel kapcsolatban, ez pedig nem más, mint amit például a Bibliában olvashatunk, amikor Mózes a sivatagban megpillantja az égő csipkebokrot. Az égő csipkebokrot, ami soha nem ég el. És
Oda megy, ugye mondja neki az Úr, hogy vedd le sarudat, mert szenteljen állsz. Megkérdezi, hogy Uram, ki vagy te? Mit válaszol neki az Úr? Én vagyok, aki vagyok. Gyerekek ezen jót kuncognak. Én vagyok, aki van. Fordítás kérdése. Én vagyok, aki vagyok, vagy én vagyok, aki van. Tulajdonképpen mindegy. Mit mond Krisztus, amikor föltámad, és a tanítványai megijednek tőle? Én vagyok, ne féljetek. Hogy értjük ezt mi? Hát én vagyok csak. Hát bocs, zavarok, ne féljetek, mert én vagyok. Jézus nem ezt mondja. Én vagyok. Ne féljetek. Ha komolyabban olvassuk a Szentírást, akkor arra is rábukkanhatunk, hogy Jézus azt mondja magáról, hogy mielőtt a Föld lett volna, én már vagyok. Nem azt mondja, hogy voltam. Azt mondja, hogy én már vagyok. A folyamatos lét, időn kívüli lét tünetei, lenyomatai ezek a Szentírásban. Ezt a folyamatos időn kívüli létet fogja meg minden emberi kultúra a Földön, közöttük a mi magyar kultúránk is, és ez az időn kívüli lét, ez a kultúránk gerince, ez a műveltségünk gyökere. És amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten az ember saját képére és hasonlatosságára teremtette, akkor legalább három dologra kell gondolnunk. Miben hasonlítunk az Istenre? Hát az Isten nem is volt ilyen kövér, mint Imre bácsi mondta az egyik hittanoson. És ebben teljesen igaza. Miben hasonlítunk az Istenre? Kopaszodik az Isten, vagy fáj a lába? Nem. Istenre három dolgot említsünk meg miben. Szabad akaratunk van. Isten, amikor megteremti az embert, akkor szabad akaratot ad neki. Mivel ad szabad akaratot? Azzal, hogy bevezeti a teremtett világba a rossz lehetőségét. Azt mondja, hogy mindent neked adok, de azt tiltom. Azt ne. Ha azt mondaná, hogy mindent neked adok, akkor hol a szabad akarat? E szocializmus, egy út van előttem, melyiket válasszam. Tehát, ha mindent szabad, akkor nem szabad semmit. Ha semmit se szabad, akkor nem szabad semmit. Azt mondja, hogy mindent neked adok, azt ne. Természetesen az ember rögtön azt választja első menetben, az asszony biztatására. No, de menjünk tovább. Tehát szabad akaratunk van, örök életünk van. Ez nagyon fontos. Ez az örök életünk, ez egyfajta transzcendens, egyfajta végítélet utáni örök élet, de örök életünk van. Tehát a lelkünk, önmagában ez az Isten képűségünk egyik lényege, hogy lelkünk van. Lelkünk és szabad akaratunk. De mi a harmadik? Ezt a teológia sokszor kevésbé fogalmazza meg, vagy kevésbé dolgozza ki maga teljes részletességében. Akkor fölteszem a kérdést, hogy kinek van bizonytalansága, hogy melyik oldalon áll a pozsonyi csatában. A nándorfehérvári csatában. A branyiszkói csatában. Egyikünknek, akik itt jelen vagyunk, egyikünknek sincs. Hellyel közel mindnyájan magyarok vagyunk, tehát mit mondunk erre? Természetesen mi ezekben a történelmi eseményekben a népünk, nemzetünk oldalán vagyunk. Miről van itt szó? Folyamatos tudatjelenlétről. De ez nem úgy működik, mint a másik kettő, hogy amikor megszületik az a jámbor gyermek, akkor már is van neki szabad akarata, mert vagy sír, vagy nem, vagy életben marad, vagy nem. Tehát mondjuk itt egy kicsit viccesen fogalmaztam, de nagyjából ezek között lehet dönteni időnként. De hát ezt a hovatartozás jelen valóságát, ezt nem kapja meg természetszerűen. Ezt a közösség adja át neki. Én az utóbbi időben már ott tartok, hogy hellyel közel a közösségnek, például a közösség intézményesülésének, az iskolának, ezen kívül tulajdonképpen az égvilágon semmi dolga nem volna. Mert ha ezt továbbadná, ezt átadná, ezt a fajta folyamatosság tudatot, akkor a többi az erre fölépülhetne, és a többi működhetne. Tehát nem kell megtanítani a gyerekeket külön számolni, írni és olvasni, mert ha bevezetem ebbe a közösségbe, akkor a közösség tudatszintjét, a közösség gondolatiságát, a közösség szellemi töltetét szükségszerűen és automatikusan átveszi.
Most a technikájáról, hogy hogy veszi át, erről most nem beszélek. De ha ebbe a tudatba nem vezetem bele, akkor a közösség számára az a gyermek meghal. Ha gyermekek meghalnak a közösség számára, akkor az rövid úton, 20-30-40 év alatt elvezet bennünket a fizikai megsemmisüléshez is. Tehát nézzük meg, első kísérlet 1919, szakítsuk meg drasztikusan, gyökeresen a folyamatot. Második, egyelőre úgy tűnik, hogy sikeresebb kísérlet, az a 45 és 56, 59, 60-as évek közötti időszak, amikor úgy tűnik, hogy sikeresebben, de mégsem teljes sikerrel, és hát most vagyunk egy harmadik kísérletben, ezen érdemes gondolkodni, hogy ma hogy működik ez. Szakítsuk meg ezt a folyamatot. Hát most azon vitatkozunk, hogy kell-e például történelemoktatás, egy legyengített, teljesen idiótává züllesztett, teljesen abnormális történelemoktatás kell-e. Hát így igaziból nem kéne, de hát ennek a tudatnak az átadására mégiscsak szükség volna. És mit lehet válaszolni azoknak,